Sziasztok, srácok! Hello mindenkinek! Jó napot kívánok! Megyünk repülni! Aki esetleg már úgy volt köztetek esetleg repülni, az írja le a kommentben. Jó napot önnek is, kedves őr! És ott is van a jegyellenőr. Nagyon jó, jó napot kívánok! Itt van a jegyem, ide kell ugye, ahogy látom, bedobni. Nagyszerű, zárjuk be az ajtót, és hú, ahogy látom, már itt vannak a többiek. Utas, Steve, Alex, Black, Cebelian, Freddy, rengetegen már itt vannak, ahogy látom, a gépen már csak rám várnak, úgy tűnik, hogy elinduljon a gép, szóval én nem nagyon fogom őket megvárattatni. Itt van Niki, Spongyabob, Nina, Lilla, mindenki van itt, srácok, egytől egyig. Azt mondom, hogy az én jegyem ide fog szólni, ide így jobb oldalra, így is van. Nagyon jó, hát jól van, srácok, akkor én szerintem vissza is térek, hogyha oda érkeztem a célra, legalábbis hát, ja, remélhetőleg oda fogok érkezni. Hát ja, akkor ez mi? Srácok? Ez mi volt? Valamit töltött a Minecraftom. És mi van? Na várjatok! Ho! Ne! Na várjatok! Mi a... Jó, oké, értem. Szóval, itt egy chest, na várjatok. Oké, ebbe van nekünk kaja, meg XP poti. Jó, hát össze magamra dobálom. WC. Na jó, srácok! Itt van redstone is. Nem tudom, hogy mi történt. Itt van, várjatok, itt egy... ilyen, aha, ott egy oké, kaptunk egy fél diaszettet, de mi történt? Halljátok? Előbb még ugye a gép ott volt lent, egyszer csak elkezdett tölteni a Minecraft, és felkerültem, hogy ide az égbe a repülővel, ez nem tudom, hogy ez hogy történt, vagy mi ez, de jó. Oké, ki kéne derítenünk, hogy mi történt, srácok, kezdjünk el körbenézni, és eltűnt mindenki. Hova tűntek a többiek? Előbb még itt volt mindenki, és mindenki eltűnt a gépről. Oké, itt egy piros gyapjú. Jó, a diaszettünknek itt van a második fele. Oké, megkaptunk TNT-ket. TNT-ket miért kaptunk egyáltalán egy repülőgépre, vagy nem tudom. Na jó, itt nagyon-nagyon próbálom mondjuk ezzel a plafont is figyelni, mert amúgy ahogy látom, azért ott is lehetnek chestek. Jó, oké, még egy chest, még több TNT. Miért van ennyi TNT meg redstone itt, srácok? Meg, és hát ez vér akar ilyen lenni. Meg smarag, meg ópialma, minden cuccal tele vagyunk, de az előbb még itt egy láda. Vörös, itt egy izé. Vöröskő fákja, meg még több TNT. Na jó, van egy olyan érzésem, hogy valaki, vagy valamilyen olyan gépre ülhettünk fel, ami így elteleportál minket, a másikat még nem néztem meg, jó, hogy semmi nincsen. Ezt néztem ugye át? Nem ezt néztem át, jó. Itt egy könyv, ezt meg kéne nézni. Ezt a repülőgépet elátkozta Devian, ezt megölni lehetetlen. Amíg a gép el nem pusztul, ő élni fog. Srácok? Csak nekem nem annyira ismerős az a név, hogy Devilness, vagy nem tudom. Én nem tudom, de így hangzási alapjailag, vagy nem tudom, így nem nagyon ismerem fel a nevét. Na mindegy, nézzünk jobban kicsit körbe a repülőn, hogy mégis mi történt itt, mert így egyenlőre nem néz ki úgy, mint hogyha... Az ott mi volt? Oké, jött valami fehér, nem tudom mi. Elkezdett villámozni, és eltűnt. Értem. Jó. Oké, következő terv. Itt van piros zsapjú. Ez alatt megnézzük, hogy itt mi van. Oké, ott fent még, ahogy látom. Ide kibírok jutni? Na, várjatok. Jó, ahogy látom, itt nagyon semmi nincsen. Jó, én ezt hanyagolom. Ezt így visszatemetem, mert nem kéne, hogy a gép lezónja, vagy nem tudom. Látlak, Dani. Mi van? Srácok, ez kiírja. Itt is itt van valami piros zsapjú, de akkor... Igen, ez is csak a gép ilyen elemjei. Ott volt a neve. Srácok, ott van a neve! Ne! Légy szíves! Eltűnt megint? Srácok, ez megint eltűnt. Na várjatok, kicsit lejjebb veszem a látótávot, mert óriási nagyon van. Pilóta fülke. Becsukta az ajtót, oké. Pilóta fül... chest. Még több TNT, meg még egy izé. Jó, van egy olyan... valami blokkot leraktak. Vagy nem tudom, mi volt ez. Jó, pilóta nincsen. Ez nagyon nagy pozitívum, nincsen pilótája a gépnek, nincsenek utasok, eltűnt mindenki, és így... Mi a... ez az ajtó, jól láttam, hogy jó, mindegy. Tudjátok mit? Ki kéne deríteni, hogy ez ki ez az ember? És mit szeretne, és honnan jött egyáltalán, és hogy bírnám? Várjatok, ugye a könyvbe... ezek zombik?
Srácok, zombikat hallok, jó. Visszafutok a könyvére, ezt visszaraktam a chestbe, hogyha jól emlékszem. Igen. Jó, a könyve az van írva, hogy ugye ez Devilness. Tehát ez a fehér alak, gondolom, aki utánunk jött, ez biztos, hogy akkor Devilness lesz. És úgy tudom, tehát itt van, hogy megölni lehetetlen, szóval elvileg halhatatlan, halhatatlan, de jön! Ne, menj ide, jó, bújjunk el valahova, ne, jó, beveszünk egy ópiamát azért. Jó, ahogy látom eltűnt, oké. Szóval srácok, megölni nem lehet, és amíg a gép el nem pusztul, ő élni fog. Szóval, szerintem ennek csak az lehet az egyetlen egy módja, hogyha felrobbantjuk az egész repülőt. Na de várjatok, én értem, hogy kaptunk TNT-t meg mindent, viszont hogyha felrobbantjuk, abból mi is bele fogunk halni, vagy aha. Oké, lent van víz, srácok, értem. Jó, én azt mondom, hogy telepakolom az egész repülőt TNT-kkel, és megpróbálok úgymond, ja hát így a elejétől kezdve, így a végéig, mindenhova telerakni mindent, az csak a testemen, hát ne. Nem lesz jó. Nem lesz jó, szia! Hello! Üdv! Hallod? Hallod? Szia barátom! Figyelj már! Figyelj már! Eltűnt. Oké. Nem, ott van. Nem már az íjazik, de... Jó, én nem tudom, megpróbálok neki támadni. Megpróbálok neki támadni, azt mondták, hogy halhatatlan, de... Oké. Értem, szóval nem bírom megütni. Gyere vissza! Jó, mindegy, menj el inkább. Jó, én addig TNT-zgetem tovább a repülőt. Sok sikert. Jó, én ezt végig fogom TNT-zni, srácok, szépen az egészet, de... Istenem, hogy visszajön. Jó, valahol így, úgy kéne szét TNT-zni, hogy mindenhol legyen TNT azért. Jó, és valahogy be kéne biztosítanunk, hogyha leugrunk a gépről, azért még legalább bebírjuk indítani ugye a TNT-ket, meg mindent. Szóval, de... Istenem, halljátok, jó, beveszem az ópiamát. Nagyon... Te megijedtem! Haszta! Na jó, ilyenből többet nem kérek! Srácok, ez nagyon... Ez nagyon rossz volt! Ez nem kellett volna, jó? Csináljuk szépen tovább, srácok! Mindenhova TNT-t kell raknom! Az a gond, hogy van egy olyan érzés, hogy nem lesz elég ez a TNT, vagy nem tudom. Mindegy, megpróbálom szépen úgy rakni, hogy mindenhova elérjen, és ugye fel is tudjon azért nagyjából robbanni. Még ide rakok így előre egyet, Istenem, hello Devilness, figyelj már, muszáj nekünk ennyire rossz hangulatban lennünk? Jó, én ezt így összekötöm ezt így redstone-nal, hogy biztos, hogy meglegyen. Mondjuk ennek ezzel is semmit nem fogok. Na várjatok, valahol majd... Hallod? Hadd már abba a lövöldözést! Ki vagy te? Gyere már ide! Állj már meg! Állj már! Nem, én nem bírom megölni, annyira rossz, nem bírom megölni, srácok. Te idegesít. Na jó, figyeljetek, itt fogok kiugrani. Nem itt fogok kiugrani, ez valami másik hely. Jó, meg kéne nézni, hogy hol tudunk jó. A véreket felszedem, mert azzal ugye összebírom majd kötni a redstone-t. De mit csinál? Erre el kéne néznem? Na jó, erre elnézek, várjatok. De szerintem van egy olyan érzésem, hogy hát itt így nagyon semmi nincsen. Jó, oké. Nem hiszem el. Halló! Szia! Várjál! Jó, visszamegyek oda a repülőgép végébe. És srácok, én itt fogom felrobbantani a repülőt. Ugye? Igen, itt van kiárat. Jó. Oké, itt kéne kivezetnem a TNT-ket. Ne. Szia! Ne! Srácok! Benyomtam véletlen, jó, nem érdekel! Robbanni fog a repülő! Robban! Oké, ez nem vált be szerintem teljesen. Vissza kell menni, mert... Istenem, a kar miatt fel lett robbantva. Menj már innen, jó. Oké, srácok, muszáj, nincs más lehetőség. Fel kell robbantanom az egészet. Gyerünk, muszáj lesz kiugornom innen, hogyha felrobban. De, jó, felrobban. Robban. Jó, ki kell ugranom. Oké, kiugrok. Gyerünk, bele a vízbe, gyerünk, jó. Jó, megvan. Srácok, ez így hatással volt valamire? Ahogy látom, azért elég szépen felrobbantottuk. De az összes TNT biztos, hogy nem robbant fel, de ezzel így el tudtuk vajon pusztítani egyáltalán? Nappal lett. Oké, nappal lett, ez nem tudom, hogy mennyire... Ez szerintem gondolom, hogy ez pozitívum akar lenni. Hát srácok, jó, akkor ahogy látom, meg tudtuk ölni Devilness-t, és ki tudtuk nyírni ezt a
repülőgépes legendát. Igaz, hogy nem tudom, hogy hol vagyok, nem tudom, hogy hova kerültem, és innen hogy fogok visszajutni, de hát az már az én gondom lesz igazából videón kívül. Szóval, nagyon szépen köszönöm, hogy tudtok velem ebben a videóban. Hogyha tetszett, csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok meg a csengőt, és ugye tudjátok, hogy minden nap, ugye egyik nap ugye a nagy csatornám, egyik nap meg ugye a kis csatornámban van videó. Szóval, ja, nagyon-nagyon szépen köszönöm a nagy csatornámra is, ugye a 44 000 feliratkozót. Állatok vagytok, találkozunk legközelebb, én Dani voltam, és ja, sziasztok!